Más témával folytatjuk. Tovább szeretné fejleszteni és javítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkáját az újonnan kinevezett igazgató Varga Béla. Megfelelő szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkezik az új igazgató, aki jól ismeri a megyét, hangzott el a múlt héten a beiktatásán. A megyeháza dísztermében iktatták be hivatalába a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem új vezetőjét, aki korábban 2012-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében látott el hasonló feladatot és töltött be tisztséget, de a szabolcsi állomány aktív tagja is volt sokáig. Igazgatónak pedig olyat kellett ide találni, keresni, aki megfelelő tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezett, akinek megfelelő ismeretei vannak. Szabolcs megye veszélyeztetettsége az egy ismert fogalom mindenki számára. Nem tehettük meg azt, hogy kockáztassunk, hogy esetleg olyan még gyakorlattal nem rendelkező vezetőt nevezzünk ki, aki itt kell, hogy megtanulja a vezetői szakmát. Ezért esett a választás Varga ezredes úrra, hisz ő idevalósi. Ő pontosan ismeri ennek a megyének a problémáit. Az igazgató elmondta, elégedett az állomány szakmai felkészültségével, már korábban is jó alapokat raktak le együtt, közösen. Bízik abban, hogy a megfelelő szakmai felkészültséggel bíró személyi állományuk létszámát megtartó és jól felszerelt igazgatóság tovább javíthatja a megye közbiztonságát. A stúdióban itt van velem Varga Béla ezredes úr, igazgató úr, jó estét kívánok! Gratulálunk a kinevezéséhez. Ebben a megyében ezzel az állománnyal már dolgozott korábban, illetve ahogyan a tudósításban is szerepelt, egy másik megyét pedig vezetett is, a katasztrófavédelmi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságát, Jász-Nagykun-Szolnok megyének. Hogyha lehetne, igazgató úr, a megyék között egyfajta sorrendiséget felállítani, vagy összehasonlítani a megyéket veszélyeztetettség szempontjából, akkor a mi megyénk hova sorolandó? 2000. szeptember 1-én kezdtem itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon dolgozni, mint főeladó, kiemelt főreferens, osztályvezető, felügyelő, főfelügyelő, és végül mint a nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltségnek a kirendeltség vezetője. Aztán 2012-ben az előjárom javaslatára belügyminiszter úr kinevezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójává. Azt szoktam mondani, hogy azért mertem elvállalni a szolnoki igazgatói beosztást, mert kijártam azt az iskolát, azt az egyetemet, amit úgy hívnak, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Körülbelül a két megye veszélyeztetettsége az azonos szinten van, tehát elsősorban az árisabb elvízi veszélyeztetettség a meghatározó. 2001-ben, hogy csúnyán mondjam, a beregi árvizet végigcsináltam, és mondhatnám, hogy a utolsó ügykezelője én voltam még 2010-ben is, amikor még folyamatban lévő ügyek voltak ezzel kapcsolatosan, aki ismerte még a árvizes körülményeket, de ugyanakkor hóhelyzetet csináltunk. Végig 2003-ban részt vettem a borsodi árvízben, részt vettem a kolontári vörösiszapnak a védelmi tevékenységében. És hát végül is, mivel hogy a két megye veszélyeztetettsége körülbelül azonos, így Jász-Nagykun-Szolnok megyébe sok meglepetés engem nem ért. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyébe sokkal több idő van a felkészülési feladatokra. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy pár óra alatt olyan árvízi helyzet alakulhat ki, ami azonnali intézkedéseket igényel. Ugye Jász-Nagykun-Szolnok megyének nincsenek országhatárai, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének Romániával és Ukrajnával is vannak határos részei, és a vízgyűjtő terület elsősorban ott van. Tehát nagyon fontos az, hogy a határon túli katasztrófavédelmi szervekkel mi nagyon jó kapcsolatokat ápoljunk, annak érdekében, hogy a szükséges információkat időbe megkapjuk. Ugye itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katasztrófavédelemnek a vízügyi és vízvédelmi feladatok terén jut nagyobb falat. Ezek szerint ön mit lát, hogyan sikerült elvégezniük a települési önkormányzatoknak és megalkotniuk azt a helyi védelmi tervet, akciótervet, ami egy szabályzatban kötelezettség a települések számára? A katasztrófavédelem ezt felülvizsgálja, ellenőrzi, illetve hát szakmai irányvonalat és segítséget is nyújt ehhez. Az országban egyedülálló módon
a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében szinte majdnem minden településen van vízkárhajtási terv, és ezt még annak idején jó 10 évvel ezelőtt az én vezetésemmel kezdtük meg ezeknek a terveknek a kidolgozását, a folyamatos karbantartását és ellenőrzését. Ezekben a tervekben minden településre vonatkozóan rögzítésre került, hogy hol, milyen ideiglenes védőet kell megépíteni, milyen erőket, eszközöket igényel, és mennyi idő alatt lehet ezeket végrehajtani. Az egész veszélyhajtási tervrendszernek ez a települési vízkárhajtási terv egy nagyon fontos részét, egy nagyon fontos mellékletét képezi. Igazgató úr, hogyan látja, milyen a jelenlegi állomány összetétele, szakmai felkészültségét itt az iménti bejátszásban is dicsérték, országos szinten is, és hát folyamatosan az elmúlt 15 évben a legjobb igazgatóság közé tartozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság. Hogyan szeretné tovább javítani ezt a szakmai színvonalat? Valóban így van, az elmúlt 15 évben ez az igazgatóság mindig is kiemelkedő teljesítményt tudott nyújtani, olyannyira, hogy 2013-ban az igazgatóságok rangsorában ez a megye első volt. Tehát nyilván a főigazgató úr nem azért küldött ide haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hogy rendet csináljak, hanem hogy ezt a színvonalat fenntartsam. Én azt mondom, hogy nincs az a jól működő rendszer, amit ne lehetne még jobbá tenni, és ezen fogok dolgozni. Csiszolgatjuk, apró kis lépésekkel haladunk előre, annak érdekében, hogy továbbra is úgy emlegesenek bennünket, mint az ország legjobb igazgatóságát. Ön szerint hogyan lehet tovább javítani a megye közbiztonságát? Én mindenképpen azt mondom, hogy az igazgatótól kezdve a beosztott tűzoltóig mindenkinek maximális teljesítményt kell nyújtani. És amikor úgy gondolja, hogy eleget tett, akkor kell még 2 lapáttal rátenni. Akkor tudjuk megőrizni azt a színvonalat, amit eddig ez a megye képvisel. Ugye hogyha már a tűzoltóságokat említette, akkor az tudva lévő, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években ezen a területen voltak fejlesztések, személyi állománybővítés is, illetve a tárgyi feltételeket javították. Mind kell még változtatni, vagy hogyan lehet még jobbá tenni ezt a területet? 2010 óta a tűzoltósági szakvonalon nagyon sok rendszer szintű változás történt, hiszen a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok az állami irányítás alá történő vonása megtörtént, így a hivatásos tűzoltóparancsnokságok létrejöttek a megyében, külön önkormányzati tűzoltóparancsnokságok vannak, külön önkéntes tűzoltóegyesületek, ezen belül pedig önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltóegyesületeink vannak 3 településen is, és mind a technikai eszközökben, mind pedig a műveletirányítás rendszerében, ugye van egy külön rendszerünk, a pajzsrendszer, amely folyamatosan vigyázza az ország tűzbiztonságát, amelynek segítségével el lehet dönteni, hogy milyen riasztási fokozatot, milyen erőket, eszközöket vonunk be az adott feladatnak a megoldására. Egyébként, hogyha csak a megyét nézzük, akkor a megyében most bármelyik területet is figyelembe vesszük, akkor milyen a leterheltség? Hiszen azt szokták mondani, hogy vannak körzetek, vannak térségek, még a megyén belül is, ahol esetleg több tűzoltóságra lenne szükség, vagy van szükség, vagy nagyobb személyi állományra lenne szükség. Ugye vannak területek, ahol a víztől kell inkább védeni a lakosságot. Hogyan tudják ezeket a lehetséges egyenlőtlenségeket kiegyenlíteni? Védelme, tehát az elsődleges feladatunk, a diszlokációkat úgy alakítottuk ki, hogy az elért időn belül, tehát 25 percen belül bármelyik települést el tudjuk érni, és az a feladatunk, hogy ezt az időt minél kevesebb időre tudjuk leredukálni. Ezen dolgozunk. Úgy néz ki, hogy egyelőre a hivatásos tűzoltóság az önkormányzati tűzoltóparancsnokságokkal, az önkéntes tűzoltóegyesületekkel együtt, a létesítmény tűzoltóparancsnokságokkal együtt megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, hogy amit ez a lakosság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megérdemel, azt a védelmet, azt a védelmi szintet meg is kapja. Fontos kérdés az is, hogy a következő időszakban ugye az igazgatóságok számára, illetve a szervezetek számára és az Európai Uniós források rendelkezésre fognak állni, természetesen az állami normatív támogatásokon túl. Ezek lehetőséget nyújtanak arra, hogy akár szakmailag is előre léphessenek a katasztrófa védelmi területen dolgozók, képzésekre gondolok, stb. Mit látnak most, milyen lehetőségeket? Folyamatos a pályázati lehetőség, elsősorban az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok vonalán és az önkéntes tűzoltóegyesületek vonalán. Míg néhány évvel ezelőtt még 300 millió volt az éves pályázati keret, ez már mára megduplázódott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntes tűzoltóegyesületek és önkormányzati tűzoltóparancsnokságok is folyamatosan pályáznak képzésre, eszközökre, fenntartásra, működésre, és ezekben a pályázatokon nyerünk is rendszeresen, és ezeket jó sávfárkodva használjuk fel, hogy a mentőtűzvédelem szintjét minél magasabb szinten tudjuk produkálni. Mi lesz a következő napok, hetek feladata az ön számára új igazgatóként?
mindenképpen először is ennyit is közreműködőkkel akarom felvenni a kapcsolatot, hiszen egy kritikus időszakban az együttműködés, a szigorúan összehangolt együttműködés az nagyon fontos lesz mindannyiunk számára, ehhez pedig jó együttműködési jó kapcsolatok kellenek. Ezen kívül fel akarom keresni a megye vezető állományát, mind a megyei védelmi bizottság prominens személyiségeit, mind pedig a helyi védelmi bizottságot. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm.